kívánok mindenkinek. Gondolom, hogyha mindenki vesz két darab könyvet, akkor már jól állunk. Anélkül ne nagyon menjenek el, hogy könyvet vesznek, mert érdemes. Én ugye most látom ezt a dolgot itt először, de azért, és utálok interneten, vagy számítógépen könyvet olvasni, mert kifolyik a szemem, meg nem bírom meg. Na most ezt 1,8-szer el tudtam olvasni. Néhány héttel ezelőtt olvastam el az egészet, és aztán most még újra nekikezdtem az elmének, és nem bírtam letenni. Pedig ez nem regény, ez 49, mint hallom a szerzőtől, 49 különböző írásmű. És hát azt kell mondanom, hogy az elmúlt 100 év úgy benne van. Elkezdődik valamikor a 20. század második, harmadik évtizedében, és hát majdnem máig tart. Valószínűleg azért nem tart tovább, mert a sajtó meg fog szűnni, mint látjuk. És már nem lesz miről írni, de az a mi szerencsénk, a mi nemzedékünk szerencséje, hogy amikor megszülettünk, még éppen volt sajtó, lehetett manipulálni, lehetett vele odaérni és visszaélni, mindent lehetett vele csinálni. És hát ez egy történészi beállítottságú újságírónak, mint amilyen a Gábor, aranybánya. Hogy miért én vagyok fölkérve? Tulajdonképpen talán azért, mert három nappal és 8 évvel utánam született a szerző, és egy születésnap alkalmával ismerkedtünk meg egy buliba 36 évvel ezelőtt. Hát az, mintha tegnap lett volna. És azóta én figyelem, hogy mit csinál, rengeteg mindent csinált. Hát tankönyvtől kezdve írt az égvilágon mindenfélét. De szerintem ez a kötet egy nagyon-nagyon érett és kitűnő kötet. És nagyon sokfajta írásmű van benne, ami összetartja őket, az a szerzőnek a szenvedélye, ahogy a tényeket kutatja. És teljesen mindegy neki, hogy egy bizonyos aprókispét témába köt bele, vagy a sajtó aránylag ismeretlen hőseivel készít interjút. Ezek nagyon alapos, és hogy úgy mondjam, Magyarország ismeretből jeles művek. Na most én nem szoktam nagyon szembedíteni senkit, hátam mögött inkább. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a szerző irul pirul, mert tőlem ilyeneket ritkán hall. Először. Igen. Jó, hát te azért már voltak itt, megdicsértem, de nagyon kevesen. Meg kell mondanom, hogy nagyon kevesen. Na most az, hogy a sajtótörténettel kezdett el foglalkozni, én emlékszem, hogy mi tulajdonképpen ugyanazt az iskolát is elvégeztük, csak 7 év különbséggel. Nem tudom, hogy ezt te tudod-e, mert egyetem után én is elvégeztem az újságíró főiskolát, muszáj volt. Valahogy úgy alakult az életem, és lehet, hogy hasonló emberek is tanítottak minket, mert te is elvégeztem a főiskola után. És emlékszem, hogy amikor szakdolgozatot kellett írni az újságíró főiskolán, akkor kettőt kellett leadni, az egyiket valami sajtó történetből, a másik meg valami egyéb volt. És emlékszem, hogy milyen óriási élvezetet okozott nekem, hogy megírhattam a Nyugat színi kritikáinak a szociológiai történetét. Mármint, hogy azóta se publikáltam, de borzasztó jó volt ezzel foglalkozni, és akkor kezdtem rászokni, hogy a korabeli újságokat, azokat az ember lehetőleg végigolvassa. Na most, fantasztikusan jól van szerkesztve a kötet, meg kell mondanom, mert rendkívül csábító az eleje, és akkor utána az ember már nem is hagyja abba. Ennek a kötetnek az eleje, az Horthy Miklós, nagyon jó, Sztálin születésnapja, Sztálin halálának a megünneplése,
és Rákosi 60. születésnapja. Ezzel kezdődik, ez erős leütés, és hát mindjárt benne vagyunk a dolgok közepében. Én azt kérdezem, hogy mikor döntötted el, hogy ezzel az erős hanggal kezded? Hát vagy másfél-két évvel ezelőtt, amikor úgy körülbelül összeállítottam azt, hogy úgy szeretném, hogyha itt lenne ebből egy kötet 30 évnek a munkájából. És hosszú vitákat folytattam egyrőször magammal, aztán barátaimmal, hogy ezzel kellene kezdeni, vagy ezt a végére kellene kezdeni, nagy... És akkor egyszer csak azt mondtam, hogy nem, ez... Ha most visszaigazoltad, az meg örülök neki, de egész egyszerűen azt, hogy korszakokat átívelően az újságíró társadalmunk, amelynek én is most már várom majdnem fél évszázada tagja vagyok, 72 óta írok, akkor ebből az következett, hogy a kollégáim, ex-kollégáim nagyon gondolkodtak azon, hogy mit is kellene csinálniuk, és nagyon sokan hódoltak be. És ez gyakorlatilag ezek az írások az újságírói behódolásokról szólnak, önként, vagy dalolva, vagy kényszerből, de minden korban megvoltak a behódolók. És hát ezt aztán gondolom, hogy nem csupán arról van szó, nem egy önmarcangolás a részem, hogy ez az újságírók, hanem az a sajnálatos tény, hogy az újságírók elég könnyen nyomon követhetőek, sokkal kevésbé nyomon követhetőek mondjuk más szakmáknak, vagy a behódolói. Hát az írók is beszoktak azért, hát ők sem maradnak le. Itt ugye Rákosi Eftársnak a 60. születésnapja környékén nagyszerű dolgok történnek ebben a könyvben. Azt hiszem, az nincs benne, hogy hát ugye a magyar költőknek is hát abban a piros kötetben szerepelni kellett, és többek között természetesen Vas Istvánt is fölkérték, hogy adjon verset. És Vas Istvánnak derogált egy kicsikét a feladat, úgy nem nagyon szeretett volna verset adni, és úgy döntött, hogy ezt azzal fogja kivédeni, hogy megszerkeszti a kötetet. Nem adott bele verset. Mások könnyelműen adtak, mindenféle jobb nevek is, ő pedig visszahúzódott egy ilyen szerkesztői pozícióba. Azt hiszem, hogy ez pont nincs benne, ezt én Részpáttól tudom, nem Vas Istvántól tudom. Ez a következő cikkemben van benne, már amit már a könyv utáni. Remek. Tehát akkor fél éven belül várható még egy ilyen kötet, azt is vegyék meg, nagyon érdekes volt. Na most, ugye a behódolás, azt nyomon tudjuk követni természetesen. Az elég könnyű, hogyha még vannak könyvtárak, hát egyre kevesebb van. Ha még kiadják ezeket az újságokat, akkor össze lehet gyűjteni, hogy ki hogyan, mit írt abban az időben. De azért ebben a kötetben az is benne van, hogy kik azok, akik hódoltatnak. És ez sokkal nagyobb utánajárást igényel. Ez azt jelenti, hogy mindenféle különleges archívumokban kell kutakodni, és nem elég az, amit a sajtóban találunk. Na most ebben rengeteg ilyen háttérmunka van. Én ezt nagyon-nagyon tudom becsülni, mert hát ugye életemnek a harmadát az könyvtárakba töltöttem, de hát te is legalább a harmadát töltöttél. Ezt így, hogy mennyit, azt nem számoltam ki, az biztos, hogy amikor a rendszerváltás utáni években megpróbálkoztam azzal, hogy megírom a sajtó, irányított sajtó történetét, tehát 1945-48, hát ez mindig egy nagy kérdés, hogy milyen határt húzzunk, de amikor ezt ugye elgondoltam, hogy ezt én szívesen megírom, akkor ugye az volt az alap történet, hogy akkor elő kell venni a dokumentumokat. Először meg kell nézni az újságokat, az egy olyan tenger, amit nem lehet soha befogni, mert hogyha csak az utolsó 10 évet nézne bárki, aki, vagy ne az utolsó 10-et, hanem egy kicsit gazdagabb
5 évvel ezelőttről visszaszámítva a tized, akkor is teljesen befoghatatlan azoknak az embereknek is, akik újságot olvasnak. Tehát rájött az ember, hogy ugyan tudnám én ezt követni valamilyen módon, de hát akkor majd a második életemben ez sikerülne. Tehát valami más kellett kitalálni, és akkor jött az az ötletem, hogy tulajdonképpen az ügyek szempontjából jobban visszafejthetők a dolgok. De ahhoz, hogy az ügyeket az ember megismerje, ahhoz több dolog kell. Egyrészt sokat kell beszélgetni kortársakkal, szemtanúkkal, tehát akkor végigbeszélgettem akkori munkahelyemmel, volt egyszer egy magyar nemzettel, a nagyon sok emberrel beszéltem, ott előjöttek az ügyek, és akkor onnantól már megint egy következő lépés, megnyíltak a levéltárak is, és annak, hogy a Magyarországos Levéltárban egyébként példás rend van a Magyarországos Levéltárban a pártiratoknál, mert hogy hosszú éveken keresztül ugyan titkos levéltár volt, de mindent a legpontosabban feldolgoztak az ottani munkatársak. Tehát akkor, amikor felszabadult és kutathatóvá vált a levéltár, akkor onnantól végig kellett olvasni a sajtóval kapcsolatos. Ez kb. Olyan 35-40 ezer oldalt jelentett. Ebből én akkor 2-3 év alatt csináltam egy ilyen 3-4 ezer szeroxot, akkor még úgy állhattunk lapilag is, meg szakmailag is, hogy ezt meg lehetett tenni, meg pénzügyileg is meg lehetett ezt csinálni. És gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy ebből a 3-4 ezer oldalból nagyon sok régóta élek, amit otthon rendbe raktam, és hát az ügyek azok ott vannak. Csak elő kell őket venni. Egy pillanat, csak itt hogy itt lejött. Ez olyan, mint egy levéltár, ahol többé nem lehet kutatni. Van ilyen Magyarországon, például az ország. És lesz. Igen. Tehát most már azért nehezebb dolgod lenne, mint kutatónak. Abszolút módon nehéz lenne. Igen. Hát ez olyan, mint a Szovjetunió, illetve Oroszországban, ugye, 2005-ig még megnyíltak az archívumok, és aztán becsukták őket. Hát ugyanez van itt is, tehát nehezebb lesz. Tehát ne dobd ki azt az archívumot, amit te összegyűjtöttél, mert lehet, hogy az marad az egyetlen, ahogy állunk. Na most az az érdekes ebben a kötetben, hogy tulajdonképpen az ember hajlamos arra, hogy elődeinek mindenféle disznóságait meglehetős iróniával vagy gúnnyal szemlélje. De ebben a könyvben különös módon az fordul elő, hogy valahol a közepet táján elkezdenek sorjázni a pozitív hősök. Na most ilyet nem nagyon látni. És egyszerre megjelennek a szeretnivaló figurák. Itt a magyar nemzettel kapcsolatban említetted a kollégákat. Meg. Na most itt egy csomó olyan emberrel van interjú, akik hát egyrészt azóta már nincsenek, mert nem lehet velük interjút csinálni, másrészt pedig a hősei voltak a magyar sajtótörténetnek. Na most az egyikük, az különösen elképesztő történet, amit leírtál, most keresem, ja, elő van a tartalom, közlemények. Hogy ugyanis valamikor a legrosszabb időkben, tehát úgy nyilas idő környékén, az illető álnéven írt a Magyar Nemzetbe, és nem jöttek rá, hogy ő az. Na most ma már ez elég nehéz elképzelni, mert az ember még álnevet se választ magának, már le van hallgatva. Szóval mondjuk ez még az eszébe is éppen, hogy jutott, már ott van a mikrofon. De hogy ez azért egy elképesztő történet. Hát ez két emberről beszélünk, egyrészt a Weninger Antal professzorral, aki aztán később a jogának is a nagymestere lett, a másrészt pedig Tempe Fői
úgy tudtam, hogy be fog ugrani ez a névcsőd, segítségem, Sibelka Perleberg Artúr, aki ő volt a tempefői, aki viszont 1947-es összeesküvési perben másodrendű vádlott volt, és ők mind a ketten a Magyar Nemzetnek voltak a munkatársai, és külső munkatársai voltak. A történet azért érdekes, mert valóban álnéven olyan szövegeket írtak, amelyeket nem lehetett nyomon követni, vagy nem lehetett elkapni, mert amikor a Paranoiás címmel ír egy Hitler portrét valakit, akkor ő azt mondja, hogy hát dehogy, hát ő csak a paranoiáról ír. Amikor második Lajos bajor királyról elmélkedik ennek az őrültek, akkor megint csak azt mondja, dehogy, hogy egy történelmi cikket ír, tehát egy abszolút áthallásos cikket. Most amit te mondasz, Weninger valóban megőrizte a inkognitóját végig, de ami ennél még meglepőbb, hogy tempefői 1943-ban, vagy 42-ben, ezt majd nézzünk utána. Ajánlottuk egy könyvet, amiben engedélyt kér a népviselésre a sajtókamarától, és Kolozsvári Borcsa Mihály engedélyezi a névhasználatát, tehát tempefői néven, tehát ő tudott, valaki volt. De ugyanez egy ilyen másik történet ugyanebből az időszakból az az, amikor van egy leülő ember a Magyar Nemzetnél, aki írnak cikkeket, felelősségre vonás van, be elő kell állítani valakit, és akkor jelentkezik egy bizonyos Szabó István, hogy én írtam ezt a cikket, ilyen és ilyen álnéven, és ő a leülő embere akkor a Magyar Nemzetnél. Valamilyen módon mindig sikerül kijátszani valamilyen módon a hatalom szövedékét is. Igen, hát ez egy arhaikus és idilli világ azért ahhoz képest tulajdonképpen. Ma már a leülő emberek azok ilyen nagyobb, főleg cigány családokban vannak, és akkor mindig őket, mert ők már úgy is megszokták, hogy ülnek, és akkor a többiek helyett is ők szoktak. Ennek van hagyomány. Ezek szerint a sajtó, őrizzük meg ezt a hagyományt. Nem árt, ha tudjuk, hogy mit kell csinálni. De hát nem csak ők a pozitív hősei, hanem azért tulajdonképpen elképesztő történet, hogy akkor alapítják a Magyar Nemzetet, amikor. És hát erre újra és újra visszatérsz meg, hát ez a Petőzi, szóval fantasztikus ember lehet. A Tető Sándor, ugye, aki hát megalapít egy liberális, konzervatív napilapot akkor, amikor nem lehet. Szóval ezek azért hihetetlen történetek. Hát ez is hosszú-hosszú előzményekkel van. Ugye 1920-as években kezdi el az újságírást, és egy Milotai István nevezetű későbbi totális fasisztával együtt szerkesztenek egy legitimista napilapot, a Magyarság című legitimista napilapot. Ennek a Magyarság című heti lapot Milotai István 1934-ben megpucsolja. Nem tudom, hogy ismerős ez a történet, hogy egy lapot meg lehet pucsolni. Nevezetesen a felét a szerkesztőségnek elviszi, és megalakítja az Új Magyarságot, mellesleg magáévá teszi a fél előfizetői gárdát, és egy ideig együtt kapják a Magyarságot és az Új Magyarságot is a előfizetők, majd aztán mindenfajta nyomásra mégiscsak egy ilyen közeli, hatalom közeli lap lesz az Új Magyarország, amiből később meg egy Új Magyarság. Nem azt mondtam? Nem. Elnézést kérek, Új Magyarság. Nem, ez meg már egy freudi elszólás lehetett, amit van, nem? Tehát az Új Magyarság később pedig egy, hát egyértelműen nyilas lap lesz belőle. És a Magyarságot meg éri egy újabb pucs 1938-ban, amikor egy Virchologi Ruprecht Oliver, azt hiszem jól mondtam most minden cifra nevével, ez a Virchologi Ruprecht Oliver, aki addig egy ilyen szelíd háttérember volt, és ő vezette kvázi a adminisztrációját
magyarságnak, egyszerre csak bejelenti, hogy egy nagy vezércikben, hogy jobbra, ami egyébként azt jelentette, hogy szélső jobbra, és egyértelműen eladta a lapot egyik napról a másikra a Pető Sándor alól, és Pető Sándor ott marad megint lap nélkül. Ő akkor már legitimista mi voltából kezdett eltávolodni egyfajta konzervatív, liberális irányba. Kikoptak alul a Habsburgok. És hogy a cifra legyen, 1938-ban történik egy sajtótörvény, meghoznak egy sajtótörvény, és megszüntetnek nem tudom én hány száz lapot, és elindul egy új napilap, a Magyar Nemzet. Úgyhogy, ha ezt a egymás mellé tesszük, akkor azt kell mondani, hogy elég cifra sajtótörténete volt a korábbi időszaknak is, úgyhogy nincsen új a nap alatt. Igen, hát ez a tanulságos egyébként. Szóval az ember akárhol beleolvas, mindegy, hogy a 20-as, 30-as évek, 40-es évek, 50-es évek, 60-as évek, egyszerűen azokat a mondatokat olvassa, amit ma is olvas. Na most ez annyira nem jó, de minden esetre azt mutatja, hogy Magyarország folytonos. Magyarország nem megy sehová. Magyarország úgy van. És akkor lehet a 20. században bárhol nézni, akkor, hogyha valaki nézi. Tehát ha nem nézik, akkor a dolog nincs. Tehát itt azért borzasztóan fontos az, hogy aki nézi, annak milyen a szemlélete. Na most ez az igazán megnyerő szerintem ebben a könyvben, azon kívül, hogy itt fantasztikus író és újságíró portrék vannak, még az egyikre azért visszatérek majd, ha nem felejtem el, hogy aki nézi, az tulajdonképpen visszahúzódik egy ilyen megfigyelői státuszba, és szinte színe írja egy stúdió, tekinti a dolgokat, történész ugyanis az Isten adta. Van ilyen, hogy valaki történész, és akkor sokkal jobban érdeklik az események meg a tények, mint az, hogy ő mit gondol róla. Én ezt rettentően szeretem, az irodalomban is imádom, amikor leírnak valamit, és nem filozofálják agyon. Ez óriási előny a magyar kicsit szentimentális, meg romantikus irodalomban, hogy egyszerűen a tények magukért beszélnek. Csak éppen valaki kiválasztotta ezeket a tényeket. És ez nagyon nagy előnye ennek a kötetnek, hogy minden kicsi kis történetben is ez benne van, hogy a tények magukért beszél, csak elő kell őket bányászni. Most, amire utaltam, ez a másik furcsa és pozitív történet. Ugye azt látjuk, hogy akármilyen szinte semleges újságíróból könnyedén lehet nyilas. Hát miért lehet? De az, hogy bolsevikból legyen liberális, az azért mégis valamivel ritkább, és hogy akkor, amikor. És itt van egy nagyon jelentős figura, aki az irodalmi újságot csinálja az emigrációban, Mérai Tibor, akinek te azt hiszem, hogy külön könyvet is szenteltél valamit. Hát, hogy külön könyvet, egy emlékkönyvet szenteltem, a 90. születésnapjára összeállítottunk egy könyvet, amelyet magammal szerkesztettem, de hát Tibornak elég sok könyvét valóban szerkesztettem, az irodalmi újság történetével szintén sokat foglalkoztam. És hát azóta is, amióta ő az emigrációból félig hazatért, meg most már kevéssé tér haza, akkor is eléggé próbáltam az ő életútját feltárni, és gondolkodni róla, és dokumentálni. Nagyon izgalmas ez a történet önmagában is, mert nyilván, hogy minden emigrációs fórum az egy kis Magyarország. És ott hát előfordulnak azok a feszültségek, amelyek elő szoktak Magyarországon is fordulni, csak valamivel intenzívebben. És az irodalmi újságnak a története az külön tanulságos ebből a szempontból. Akkor is, hogyha nem sok ember ez jutott el annak idején. És lehet, hogy most sem, meg már valamennyire elfelejtették, de ami itt van, az nagyon érdekes, és talán
lesznek olyanok, akik azt a nagy kötetet el fogják olvasni. Ezek a portrék egyébként, amelyek itt a kötet vége felé szerepelnek, ezek nagy sajtótörténeti alakokról szólnak. Hát, hogyha csak azt nézzük, hogy Mérait már említettem, Vásárhelyi Miklós és Rufi Péter is itt van, és alapos tanulmányt kapnak. És ami külön érdekes, az Zsolt Ágnes és Zsolt Béla. Ugye itten nagyon furcsa dolgok történtek, ugye, és ott, hogy ki hagyott el kicsodát, vagy... Szóval nem egyértelmű a történet, és ez nagyon szépen van ábrázolva. Nem annyira újságírói történet ez, inkább egyéb. De ezt így leírva az ember nem igen látja. És ha jól tudom, ez ugye a német nyelvű kiadáshoz készült először. Igen, hollandai, hollandai Pál adta ki Bécsben magyar írók remek dolgait, és az egyikhez kérte, ehhez a Zsolt Ágnesnek a szövegéhez kérte egy ilyen tanulmányt, és miután kiderült számomra, hogy Zsolt Ágnes is magyar nemzet volt, mert ugye azért nekem a magyar nemzet a bölcsőm, újságíróként én ott tanultam meg, azt megtanultam a szakmát, ott voltak a mestereim, tehát a magyar nemzet múltja nagyon izgatott mindig, és amikor felfedeztem ezt, akkor belevetettem magam, és akkor onnantól kezdődően szövedékről szövedékre megy az ember ezekkel a történetekkel, mert előhívja az egyik történet a másikat, és az, hogy a Zsolt Béla, mint a Haladás főszerkesztője, egy nagyon izgalmas ember, háttérbe szorult ebben a történetben, mert mégiscsak a Zsolt Ágnesről kellett beszélni, és hát elképesztő az, amit elő lehetett ennek kapcsán irodalom történetileg, személy család történetileg és sajtó történetileg bányászni. De hát ez mindig úgy van, hogy amikor az ember neki fog valaminek, és akkor ez egy olyan gumi, amit aztán el kell vágni, mert különben felfejtetetlenül bubancolódik. Őszintén szólva nehéz. Nehéz válogatni, mert az erős hangütés az, hogy úgy mondjam, elemző cikkekkel folytatódik, és a vége felé jönnek a pozitív hősök. Nagyon jó szerkezet szerintem, ehhez külön gratulálok, mert ennyire elegyes írásokat borzasztóan nehéz kötetté szervezni. Ezt már mondtam az elején, hogy ez nem egyszerű feladat. És hogy ne oltsák ki egymást az írások, meg hogy ne váljék farnehézé vagy fejnehézé a könyv. Nagyon-nagyon érdekes a dolog. Ami engem külön, mert én is foglalkoztam el egy időben, az élet és irodalom indulása. Hát az nagyon kínos történet, ugye? Ma az élet és irodalomra hát azért úgy gondolom, mint hát mégiscsak valamire. Na most 57-ben, amikor alapítják, hát az egy rettenetes lap volt. Tulajdonképpen ez talán többet is érdemel, mint ez a cikk, ami itt van. Osztom a nézetet, de... De, hogy mondjam, ebben... itt egy olyan történet, amikor én azt mondtam, hogy én megpróbáltam megírni a sajtótörténetét, az irányított sajtótörténetét, valóban ez a szándék vezetett, hogy én meg szeretném írni azt, hogy volt. De kitaláltam azt, hogy az ügyek alapján kellene ezt megcsinálni. És újra abba botlok bele, hogy miközben egy icili-picilit sikerül feltárnom valamiből, mondjuk a magyar nemzetből, mondjuk a ésből, vagy mondjuk egy nagyon rövid lapból, nagyon rövid ideig fennálló lapból a Magyarországból, 1957-es Magyarországon, ami a Táncsicskörnek volt a lapja, akkor minden egyes alkalommal az derül ki, hogy emögött olyan
mérhetetlen, nem csak forrásanyag van, hanem olyan mérhetetlen hiány van, hiátusok vannak abban, hogy kik voltak ott, mit írtak meg, hogy írták meg, miért írták meg, milyen irányítási rendszerben, ki volt a főszerkesztő, mit gondolt erről, és ezek egyszerűen azt gondolom, hogy ezek nélkül az alapiratok nélkül jól, igazán mélyen megírni egy sajtótörténetet nem igazán lehet. Tehát ebből ezért lett ez egy ilyen puzzle darabok, amelyben illeszkednek talán egymáshoz, talán egymást felerősítik, vagy segítik is, de hát messze menően csak egy ilyen nagy vázlatot adhatnak erről. És hát, hogyha azt kérdezed, hogy meg igen, azóta nagyon sok minden előkerült, amit szeretnék majd megírni, igen, de még ott is, itt és amott is. Mert jönnek elő, és közben megjelennek visszaemlékezések, közben megjelennek memoárok, közben megjelennek levelek, vagy előkerülnek ezek a levelek, és ezek mind-mind árnyalják, mert hirtelennyiben egy egészen más dolgot kap egy szöveg abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy de hiszen ezt nem ezért írta, nem ezért jelent meg, mint amit első olvasatban vettünk erről figyelembe. És nem egyetlen egy írás sem önmagában nagyon nehezen értelmezhető. Ugye egy nagyon pregnáns példa hoztam, valami hátborzongató az, ami nem csak az élet és irodalommal történik, de amit kedvenc lapomnál a Magyar Nemzetnél történt. 1957. szeptember 8-án elindul a Magyar Nemzet, és valami olyan vérlázító szövegeket ír, vezércikket ír, két vezércikket, Mihályfi Ernő, aki egy fantasztikus szerkesztő volt az estlapoknál is, és egész egyszerűen a 60-as évek valamilyen módon csak annyit igazol vissza, nem igazolja vissza, de legalább megérthetővé válik, hogy miért hódolt be ezzel a szöveggel, miért ellenforradalmározott, azért, hogy utána megpróbáljon építeni egy lapot. Ezt meg lehet így is ítélni, meg lehet úgy is ítélni, ebben én ezért nem gondoltam, hogy ítélkeznem kellene, de a tény az tény. Az is tény, hogy a Magyar Nemzet a 60-as évektől kezdődően, és főleg a 70-es években a majdnem újság volt. De ennek ez ilyen ára volt. Igen, hát Mátrai Beteg Bélának az a kis írása, hát az azért nagyon jellemző, hogyha elmondaná. Szóval, hogy ilyen volt a sajtó, akkor ezt lehetett csinálni. Hát a történeteket tudom mondani, 1952-ről beszélünk. Mátrai Beteg Béla ír a Hamlet Nemzeti Színházbeli bemutatójáról kettő nagy cikket, három vagy négy hasábos cikkekről van szó, ömlik a szó, és beszél, de két bekezdése van, ami így kezdődik, az első bekezdése az így, hogy Dánia börtön szület, majd jön a következő fejlesztés, Anglia is az. És hogyha belegondolt az ember abba, hogy ezeket a történeteket egymás mellé rak, és akkor Martin József kollégám elkezdett ezzel foglalkozni, és kiderült, hogy a Mátrai Beteg Bélának korán sem ez az egyetlen ilyen úgymond áthallásos szöveg, ezt elég gyakran használta, és éppen egy tanulmány nem olyan régen megjelent, azt hiszem, az Élet és Irodalomban, amelyikben ezt elemezte, hogy mi minden volt, és ezt a fél mondatot én véletlenül fedeztem itt fel. Tehát nem arról van szó, hogy én elindultam, hanem ahogy az ember olvassa, hogy feltűnt ez a mondat. Ha már ilyen sztorizásban vagyok, akkor ezt egy véletlen volt az is, hogy ezt a bizonyos legendát, hogy Sztálin mély megrendeléssel tudhatjuk, hogy Sztálin elvtárs meghalt. Ennek
elképesztő sajtótörténeti legendája volt. Én a Magyar Nemzetben legalább 4 vagy 5 féle verzióját hallottam, hogy ekkor és ekkor kiírta, betiltották, bezúzták, Bodó Béla bácsit ezért elhurcolták, ez a Népszavában volt, nem a esti hírlap elődjénél, a mi volt az esti hírlapnak? Esti Budapestnél volt ő még, köszönöm szépen. És akkor lapozgatom, megnéztem a Népszavát, megnéztem az estét, sehol nem találtam ilyet, mert hát az ember mit néz? Azt, hogy Sztálin meghalt, és Sztálin ugye március 5-e halt meg a hivatalos verzió szerint, tehát akkor megnézi az ember ezeket, sehol nincsen, valóban tényleg bezúzták, majd egyszer valamikor egy papír előkerül, és egyszer a Népszavát teljesen véletlenül az előző napra nyitottam ki, és ott bele ráakadt a szemem arra, amelyben nem háromhasábos cím, nem üles cím, de azért egy vastagbetűs címként ott volt, és ott van ma is, és benne van a kötetben is, amely úgy szól, hogy mélységes megrendeléssel értesültünk Sztálin elvtárs betegségéről. És ez is egy ilyen értelemben annak a szerencsének tudom be, amit az volt, hogy az ember ül és olvas. Igen, üljenek és olvassanak. Én ezt tudom önöknek javasolni, és szerintem, hogyha van kérdésük, akkor a szerző biztosan válaszol rá. Szívesen, de a szokásos köszöneteket azért el szeretném mondani, és előszörben is, Gyuri, nagyon köszönöm, tényleg ennyi jót, én életemben nem hallottam még magamról. Mondom, ritkán mondok ilyenek. Másodszor nagyon köszönném tényleg a íróboltjának, hogy helyet adott, és legelsősorban nektek, meg maguknak, akik eljöttek és érdeklődnek, nagyon meghatódtam. És természetesen most akkor bárkinek bármire. Ja, és még egy nagyon fontos, csak ezt miután mondtam, hogy ilyeneket fel kéne írnom, és magát a kiadónak és elsősorban Erős Zsoltot nem tudok eléggé sok köszönetet mondani azért, hogy ez a könyv lehető felkarolta és megjelentette. Köszönöm szépen, elnézést mindenkitől, mert biztos, hogy valami lesújtó dolgot fogok művelni. Kapitális baromság és butaság, de úgy vagyok, hogy mint hogy a Woody Allen volt, hogy nem mertük megkérdezni a szexről ezt meg azt, és én sem mertem ezt megkérdezni, vagy talán merhettem volna, de akkor nem jutott eszembe, és végül nem tudom, de úgy éreztem, hogy most megmozdult bennem ez a kérdés, amit milyen magamba temettem el, ugye rettegve attól, hogy milyen konsternációt váltok ki, tehát bocsánatot kérek előre is, és megkérdezem, mivel itt a téma nagyon szorosan összefügg, szerintem akár mekkora butaságot is kérdezek, mert egy dologra akarok rákérdezni, hogy vagy létezett, vagy nem, és hogy itt nyomon követhető-e, vagy hogy vidáman a hülyeség kategóriájába sorolható-e, azt most szeretném megtudni önöktől. A szegedi gondolat és az egész a Hortival összefüggő szegedi gondolatkör kérdése, ez puszta bolsevik propaganda, vagy van-e valami realitása, mert soha hozzáférhetővé ez a megjegyzés azon kívül, hogy sokszor visszatérő volt anno dazumal, mint egyfajta történelmi gondolattörténet, én tudom milyen politikatörténeti kategória, és én soha nem tudtam ezzel szembesülni. Ha nem létezik, csak kitaláció volt, akkor annál azoknál fogva, ha meg hétbecsétes titok volt a bolsevizmus, és meg máskor is, akkor meg, hát ha önök tudnak valamit mondani, és elnézést, még egyszer köszönöm. Én rögtön passzolok ez ügyben. Ülnek a közönség sorában történészek szép számmal. Talán őket kell, mert én nem vagyok történész. Bocsánat,
a szegedi gondolat az nyilván onnan van, hogy Szegeden alakult meg Hortinak a csapata, amelyik aztán bevonult Budapestre. Tehát mondjuk, de részleteket én nem tudok róla, mert nem foglalkoztam ezzel a korszakkal. Akkor mindjárt bizonytalanok vagyunk ebben a kérdésben, és elnézést is köszönöm. Van egy válaszoló. Nem valaki egy percet? Persze. Csak jó lenne, hogyha mikrofon nem tudjuk odaig elvinni, mert... De valami nem odáig, magáig nem oda tudom. Csak az helyzet. Gyarmati magához rakja a szót. Órára úgy szoktam bemenni, hogy tanár úr kérem, én készültem, ez rám vonatkozik. Erre a kérdésre most nem készültem, és sokan itt mindent előre bocsájtottak. Én azt tudom erre mondani, hogy hát az amnéziámmal csak a szenilitásom betegszik. Ehhez képest a 20-as években találkozok már ezzel a gondolattal, ne kérjék a levéltári vagy a sajtónyomát magyarán, és utána egyébként különösen a Horthy évforduló kapcsán ez a gondolat visszatérő, ahogy tetszik, frázis a kortárs írásokban. Másokat beszéltem zárásként. Hát ez az egy valószínűleg nem bolsevik találmány. Nem utólagos bolsevik találmány. Bocsánat. Mint ahogy az se, hogy az ellenforradalom kifejezést erre a korszakra maguk a szem 21-től nagyon következetesen használják. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam. Köszönöm. 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 Vedd inkább a másik, mert annak hosszabb a vezeték. Igen. Jó, lehet, nem? Igen, talán önök közül valamelyikük, vagy mind a ketten hozzá tudnak ezt szólni. Pár éve, amikor már a Bojtár rendőr nagyon rossz állapotban volt, többször beszélgettem vele, és készítettem is egy interjút, és volt egy vitánk. Én mint tudatlan vitáztam vele. Tudnék, arra készült, hogy a Zsolt Béla újságírói tevékenységéről írt könyvet. Ott volt felhalmozva a Zsoltnak összes publicisztikája, és fölmerült itt a Részpál neve is, és ő rettentően támadta a Részpált. Én megkérdeztem, miért nem akkor támadta, amikor még élt a Részpál, hát akkor valamiért nem, vagy nem volt meg az anyag hozzá, hogy a Részpál volt az, aki olyan tekintélye volt a magyar irodalomban, hogy meg tudta akadályozni, hogy a Zsolt Bélát publikálják. Ez azért is találtam furcsának, mert a Zsolt Bélát kiadogatták a könyveit, és azért is találtam különösnek, mert hiszen a Részpál édesapja mentette meg a Zsolt Béla életét a nagyváradi tifusz kórházban. Ez egy megszállottság lehetett a Bojtár részéről, vagy valami rettentően szenvedély, vagy már a betegsége miatt, de ilyen ősi ellenségnek kiáltotta ki a Részpált, hogy bizony ezért nem divatos mostanában a Zsolt Béla, és aztán ő meghalt. Köszönöm szépen, ha esetleg van valami. A 9 koffert azt többször kiadták, és a Részpali akkor már rég szerkesztő volt, miközben további nélkül publikálták, tehát ez nem egészen stimmel, hogy a Rész megakadályozott volna ilyesmit. Legfeljebb lehet, hogy ő nem szerkesztette meg. Olyan van, de hát akkor megszerkesztette más, tehát Résznek nem volt olyan buvárja, nem volt olyan hatalma, hogy betiltatott volna műveket. Azok máshol dolgoztak. Ugye tudjuk, hogy az azért, mert minden összekettő cenzor a maga módján. Hát ez egy olyan rendszer.
De hát, bocsánat, hogy ilyet mondok, hát ez a cenzúra, hát ez nagy témánk nekünk, ugye, sajtótörténészeknek, íróknak remek téma, kimeríthetetlen, és ez az orosz cenzúra átvétele, tehát a cári cenzúra átvétele volt, amit itt a szocialista országok erre csinálják, és ma is csinálják természetesen mindenütt, ahol ezt úgy gondolják, hogy erre szükségük van. Hogy ugyanis inkább az irodalmi műveknél, mint az újságcikkeknél, de a cenzorok között egy csomó irodalmat szerető és értő ember volt, akik igen sok mindent elkövettek azért, hogy az illető szerzőnek a műve megjelenjen. És ezért a szerzővel néha összekacsintva kihúztak lényegtelen dolgokat, és így engedték át őket. A legjobb példám erre a Bulgakov. Hogy ugye, amikor megjelent a Mester és Margarita, 66-ban talán, két részletben jelent meg folyóiratban, akkor az meg volt cenzúrázva. És amikor a magyar kiadást fordított, bocsánat, hogy erről beszélek, de hát cenzúra, tehát ebből élünk, ugye. Amikor eljött az özvegy, mert a Szőlősi Klára már lefordította, akkor kiverte az Európa kiadónál az özvegy, hogy a teljes szöveg jelenjen meg magyarul, meg is jelent egyébként, és erre lehetett hivatkozni a Szovjetunióba, hogy akkor ott is adják ki, mert már egy szocialista országban megjelent a teljes szöveg. Na most közben Svájcban egy svájci kiadó oroszul kiadta a teljes szöveget úgy, hogy amit a cenzúra kihúzott, az dőlbetűvel szedték. Nekem ez a kiadvány megvolt egy időben, és elolvastam, és az volt a fantasztikus, hogy csupa lényegtelen dolgot húzott ki a cenzor. Azért, hogy átmehessen a mű. A részpor is csinált ilyeneket, tanúsíthatom. De az, hogy ő betiltson művet, az nem... Már azt gondolta, hogy a részpál egy révai volt, ugye? Hát nem volt révai, ő Ozsvát szeretett volna lenni, nem révai, más műfaj. Én csak egy nagyon rövid olvasmány javaslataim vannak. Egyrészt is részpárral készült a Parti Nagy Lajosnak egy nagyszerű szövege, és abból azért kiderül, hogy részpárnak az édesapja ott volt a gettónak a főorvosa, és kicsit másképp láthatta, mint Zsolt Béla a 9 kofferben, és ez már az irodalomban elég komoly nézeteltéréshez. És azon kívül van még egy Csúr nevezetű, nem tudom, ez a zsidó neve, szerző, aki írt egy könyvet, és ebben szintén erről szó esik, úgyhogy ezt tudom, mint olvasmányt ajánlani akkor. Nagyváradi gettóban, igen. Izraelben. Igen. Bocsánat, itt egy emlék az eszembe, cenzúra történeti, nem teljesen. 56-ban valahogy, tudom, a szomszédunk a Szabad Népnél, ami ugye akkor Viktorányében Népszabadság lett, volt nyomdász, és hozott haza kefele vonatokat. Azt hiszem, hogy ez a kezébe és így a kezünkbe került, ez nem került az utcára. Egy nem az Árkus Józsefnek, a humorista Árkusnak, hanem volt egy Árkus István nevű külpolitikai újságírója a Szabad Népnek, talán a későbbiek során is, a 56 utáni időszakban is, ha jól emlékszem, igen, és ott egy kifejezetten olyan állapotban levő kefele vonat volt, ahol a fehér foltok, amelyek a háborús cenzúra alatt is megjelentek a magyar sajtóban, mint az első, mint a második világháborúban is, és talán a Hortéra egyéb időszakaiban is előfordultak. A bolsevizmusban azért nem, de nyilván 56 egy rendkívüli pillanat volt, ahol drasztikus beavatkozást igényeltek, tartottak igényt a cenzor részéről, és nyilván azért jelentek meg akkor ilyen fehér foltok, és azok is csak kefele vonat formájában kerültek ki, nyilván illegálisan az utcára, tehát a nyilvánosság elé nem kerültek, csak mint érdekes sajtótörténeti apróságot. De minden, arra emlékszem, hogy egy külpolitika, de nyilván a magyar 56-tal kapcsolatos külpolitikai tematikájú cikk volt. Köszönöm. Tudom külön ajánlani ebből a Gábor-féle kötetből azért a magyar ügy ENSZ-beli tárgyalásának a földolgozását. Nagyon tanulságos, ugye? És nagyon szép történetek fűződnek hozzá.
nem csak az írók aláírása, ugye, amit hát sajnos hát sokan aláírták ezt a tiltakozást az ENSZ tárgyalás ellen, hanem például, hogy a kortárs fél évvel később születik meg, mint ahogy tervezték. Ezek nagyon tanulságos és aranyos történetek, és nagyon jókat lehet mulatni. Ez még hangsúlyozom, hogy rettenetesen mulatságos a maga rémségeivel együtt ez a könyv. Ennyire humoros könyvet rég olvastam, ezt meg kell mondanom, mert ez egy igazi tükör, nem görbe. Az a vicces benne, hogy ez nem görbe tükör. Én most már nem dicsérlek tovább. Köszönöm. Akkor köszönettel leszem, és nagy megtiszteltetéssel, hogy itt voltatok.